január közepén szintén visszatérő vendég az Akciál cégcsoport. Ebben az évben az első céges továbbképzését Hajdúszoboszlón tartotta. Szokásos évi nagy rendezvényére több mint 100-an érkeztek az ország egész területéről. A vendégek minden évben örömmel jönnek az Aquasolba. Vesznek részt az éjszakai fürdőzésen, az Aquapallasban, és mulatnak Ábrányi Mikivel az esti programon. Az idei négynapos konferencián többszörös jubileumot ünnepelhettek együtt a résztvevők. Az Axiál cégcsoport hajdúszoboszlói konferenciáján több jubileumi évfordulót is ünnepelhetett. A céget 25 évvel ezelőtt alapították. Workshopokat pont 10 éve tartanak, és több olyan partnerük van, akikkel már 10-15 éve együtt dolgoznak. A sikeres cégről Harsányi Zsolt tulajdonos beszélt. A legfőbb célkitűzésünk az volt, ha összefoglalnám a 25 évet, hogy ne egyszerű kereskedőként jelenjünk meg a cégek és az a vezetőknek a gondolatában, és amikor egyáltalán valamiféle olyan megoldást keresnek a technika terén, ahol kereskedőt vagy közbenső céget kell megkeresni, mi szolgáltatók szeretnénk lenni. Természetesen a gyártó és a vevő között mi egy lépcsőt jelentünk, de mi azt szeretnénk, hogy nem így apostrofálnának minket, hanem azt látnák, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általuk megvásárolt technika, az a lehető legüzembiztosabban, leggazdaságosabban, és a lehető leggyorsabban tudjon hadrafoghatóan működni, főleg a kampányidőszakban, de azokon kívül is. Ennek érdekében az elmúlt években rengeteg fejlesztés ment végbe, hiszen 18 telephelyet alakítottunk ki az elmúlt időszakban, és közel 700 dolgozónk várja tulajdonképpen a kollégáknak, a partnereinknek a megrendeléseit, a kéréseit, és azokra a javításokra való megrendelőket. Ennek próbálunk megfelelni. Ehhez nagyon komoly segítséget kapunk a partnereinktől, gondolok itt a gépes beszállító partnereinktől, akik egy-egy eset, egy-egy probléma kapcsán is próbálnak háttérből szolgáltatás tekintetében helytállni. A legnagyobb gondot jelen pillanatban talán, ha lehet így mondani, az okozza, hogy a technika olyan gyorsan fejlődik, és sajnos az oktatás az jelen pillanatban ezt a fajta műszaki ismeretanyagot megfelelő számosságban, megfelelő alapossággal nem tudja prezentálni, hiszen Magyarországon ma jelen pillanatban a műszaki végzettségű kollégáknak mindegy, hogy az alapfokon, középfokon, felsőfokon van, gondoljuk be csak az autógyáraknak a felszívó, tehát munkaerő felszívó képességére, és ugyanígy a mezőgazdaságban is megerősödött az előző években, nagyon sok komoly technikát vásároltak. Mi csak például a tavalyi évben 13 ezer géphez mentünk ki javítani, a kollégáink 13 ezer gépet javítottak. Hát rengeteg ilyen jól képzett szerelőre és szervizmérnökre, technikusra lenne szükség. Jelen pillanatban ez az egyik gátja annak. Ennek kell megoldást találnunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a kollégáinkat meg is kell tudnunk fizetni. Ahogy itt az előadásban is elmondtam, nem feltétlenül olcsók szeretnénk lenni, hanem a legjobbak szeretnénk lenni. Ennek meg természetesen, mint minden prémium terméknek ára van, de mi bízunk abban, hogy a partnereink, a vásárlóink ezt a prémium terméket ezt megtalálják bennünk is a szolgáltatásainkban. Munkájukkal évek óta segítik a termelőket. A gazdák számíthatnak az Axiálra. Ha csak az alkatrész ellátásra gondolunk, akkor kb. 5 milliárd forint értékű alkatrészkészlettel rendelkezünk, és minden munkanap, kampányidőszakban a hétvégén is, minden reggel 6-ra minden boltunkat feltöltünk alkatrészsel, kicsit kisarkítom, a délután 4 órakor valaki még csúnya szóval beüti a fejét, hogy valamit elfelejtett, odaszól a boltban, és az adott boltban nincs a helyi készleten, az másnap reggel 6 órakor vagy fél hétkor az itt van, éppen Debrecenben vagy Miskolcon, vagy éppen az ország másik részén Szombathelyen. Természetesen ez az kell, hogy a kollégáinkkal közösen jól együttműködve előrendelésekben tudjunk gondolkodni, annak érdekében, hogy a központi raktárunkban ez rendelkezésre álljon. A téli időszakkal kapcsolatban, mint ahogy az előadásomban is elmondtam, az egyik legnagyobb mozgatórugónk az volt, hogy az előző években olyan fedett szerviz, jól felszerelt szervizkapacitással rendelkezünk, ahol ezt a relatív holt időszakot, ezt a december, január, február, legalább ezt a 3 hónapot időjárástól függően ki tudjuk használni a gazdák érdekében, hiszen ha ezt minden gépet a kampány időszak előtt 1-2 nappal vennénk elő, és akkor kéne meg, hogy képtelenség lenne. Tehát mindenkit arra presszálunk, arra próbálunk meggyőzni, arra próbálnak az áraink is meggyőzni ebben az időszakban, hogy érdemes előre gondolkodni, nem csak a gépüzembiztonsága, hanem anyagi okok miatt is. A cég elsősorban szolgáltató szeretne lenni, és kiváló minőségben kiszolgálni partnereit. Ezért szakembereit maga neveli ki.
az utóbbi néhány évben egy kicsit ledegradálódott ez a fajta szakma. Mindent megteszünk, mi magunk, és nem csak mi, hanem az országban dolgozó kereskedő kollégák, szolgáltató cégeknek a többsége, a megfoszlott mezőgazdasági gépforgalmi szövetségen keresztül is mindenképpen legyérte és gépész promóciókat hajtunk végre, járjuk, szerződéseket kötünk a képzőintézményekkel. Jelen pillanatban az Axial Kft-nél is több mint körülbelül 71 néhány tanuló van a cég minden területén, legyen az szakközépiskolás, legyen az technikus, vagy éppen gyakornoki programját végző egyetemista. Tehát az elmúlt 11-12 évben a gyakorlati program kapcsán 31 néhány gödöllői vagy gépész végzettségű mérnök kollégának adtunk lehetőséget, és ebből kettő hiány dolgoznak, tulajdonképpen mi mai napig is ott dolgoznak a cégnél. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jól képzett, dolgozni akaró, nagyon fontos, dolgozni és önmagát képezni akaró kollégáknak lehetőséget adjunk.